Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban egy beszélgetést láthatnak Lévai Ferenccel, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatójával. Majd egy beszámoló következik arról, hogy rövidesen visszatérhet az európai harcsa a magyar konyhákba is. Az Aranypont ZRT Réti Majorban egy új technológiai rendszerrel, és így nagyon komoly eredményekkel büszkékedhet. Tisztelettel köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT vezérigazgatójaként, a MAHAL szóvivőjeként, hiszen ma egy olyan dologról kell beszélnünk, ami nagyon-nagyon fontos, átteleltünk, úgy tűnik, viszont azért a visszatekintés is fontos, hogy miként sikerült ezt megvalósítani, hiszen tudjuk, hogy meglehetősen szeszélyes volt a telünk. Hát az is, és hát ha most valami jót kéne keresnem, mert alapvetően optimista vagyok, és mindig a jót keresem mindenbe, az most egy kicsit nehéz. Nincs igazán jégborításunk, ami azt jelenti, hogy a rettetes garázdálkodó fekete sereg, ez a zsódos csapat, ez a kormorán nevű istenverése a halászatnak, hát ez bizony hatalmas tömegekkel van jelen Magyarországon, talán még ennyi soha nem volt, a szakértő szerint 60 ezer fölött van a létszám, általában 40 ezer szokott lenni. Ez épp úgy, mint a libák, sajnos ősszel jön meg a északi hideg tengerek felől, ahol már semmi ennivalója nincs, és a viharok is kiverik, és ellepte Európa közepét, ez egy 30 éves történet, és bizony a legjobb kár és ellenség ma Magyarországon a halálománynak, legyen a Dunai, Tiszai, vagy akár Halastavi is, azok a hatalmas kormorán csapatok. Hát ezekkel küzdünk és harcolunk, és amikor a boldogságos jóisten jégpáncélt húz ránk, nagyon keveset az idén, talán 15-20 napot, akkor van szerencsék, mert a jég alatt nem tud halászni, nem tud leszállni, de hát ilyen nincs, és amikor ilyen is van, akkor csak a tavakon van védelem, hiszen a Dunát, a Tiszát nem borítja jégpáncél, ahhoz már Mediterránium van Pannonia földjén, sajnos egy pár évtizede, vagy hát sajnos se nem, mert ezzel nem tehetünk. Tehát vissza nincs mire tekintenünk, ami pozitívum lenne, annál is inkább nincs, mert óriási téli asszály van. Aki itt él vidéken, látja a porviharokat, látja azt, hogy a legkisebb szél már viszi a humuszt a levegőbe, látja azt, hogy bizony csapadék csak itt-ott van, és ha már a 3 mm azt hiszük eső, nem, az csak egy téli pár. Hol vannak a 30 centis, 40 centis havak, a lassan leszívódó gyönyörű hótakaró, az alatt az öldülő növények, hát ennek sajnos már csak múltja van jelenleg, nem nagyon. Nincsenek jó kilátásaink, a dunántúli halastavak zöme száraz. 30 centis vizek vannak, 20 centisek vannak, nem hogy az előző 5-6 év átlagát elérnék, még azt a nagyon nyomorult tavait se, tehát komoly aggályaink vannak, azt illetően, hogy föl tudunk telni. Persze a magyarországi vizek azok úgy működnek mostanában, hogy csapadék viszonyok, hogy mindig van egy nagyon erős tartós száraz hullám, aztán meg egy nagyon gyors, pillanatokat leeső, özönvízszerű csapadékos időszak. Hát tavaly ez úgy sikerült, hogy már a zöld vegetációba került bele az esős időszak, ami hát megfogta a vizet és nem engedte le a tavakig, nem teltek meg az árkocskák, nem voltak meg a táplálóerek vízzel föltöltődve, leszívta a vegetáció, persze hát annak is kellett minden milliméter erdőnek, mezőnek, fasornak. Nem igazán van, minek örüljünk, ugye a takarmányárak a csillagos ég felé közelítenek, az új buzára nem is tudok mondani kötést, mert 10 000 forint fölött van az, ami még most csak 2 cent is a földeken, és hát nagyon szerencsétlen állapotban néz ki. Ezzel csak egyet tudok tenni, ha értékelnem kellene, azt mondom, hogy persze, majd holnap jobb lesz, és ebbe bízunk is, hogy lesz még eső, lesz még májusi csapadék, lesz még egy szép kis tavaszi ászható eső, és nem csak ciklonokról, viharokról és kártételekről hallunk a szomszédos országokban is, hanem ahol is, hogy bizony normális mennyiségű csapadék is időbe jön majd a földekre. Hát ennyit a mi telünkről, én nagyon bízom abban, hogy jobbra fordul majd a sorunk, de hát van jó hírünk is, többek között az, hogy az intenzív termelés, ami arról szól, hogy független az időjárástól, hiszen általában meleg vízbe történik, akvakultúra néven illetik az Unióba, mi is lassan átveszük ezt a fogalmat, hiszen a tógazdasági haltermelés az, amiről eddig is beszéltünk, bizony ki van téve az időjárás szeszélyeinek, a károknak, a viharoknak, a vízhiánynak, az aszálynak, a fölmelegedésnek és még minden másnak, mint aminek bármilyen más mezőgazdasági kultúra is ki van téve, ellentétben a medencébe történő irányított tervszerű tápon történő haltermeléssel, ennek zömmel van még afrikai harcsa, tehát szerencsénkre mi belevágtunk egy Európai Uniós programba, aminek 4 országa résztvevője, Szlovénia, Németország, Ausztria és mi magunk, ahol a táppal együtt technológiát fejlesztünk, és ez a technológia fejlesztés az, ami ezt a nagyon értékes európai ragadozót az akvakultúra termelhető halainak a sorába emelte, és én nagyon bízom abba, hogy nagy hatalom leszünk afrikai harcsa után, a mi saját európai szürke harcsánkba is,
ízlés kérdés, hogy ki melyiket kedveli jobban. Egy biztos, hogy ami honos is itt van nálunk, az jobban kézbefogható, könnyebben háziasítható, és ezt a munkát végezte el négy ország, helyettesem is ennek a programnak a felelője, Nagy Gábor halászti szakmérnök, be fogja majd részletesen mutatni a kedves nézőknek, hogy hogy is történik a hacsa nevelés mondjuk éppen Réti Majorban, az a része, ami ránk esik ennek a programnak. Pontos ez a program, de egy kicsit térjünk vissza a kormoránokra. Miként lehet védekezni, hiszen tudjuk, hogy az írtás tilos Magyarországon is. Bonyolult engedélyezési szerencsétlenkedés folyik körülötte. Sajnos el kell mondjak valamit, még akkor is, ez egy néhány honfitársak nem tetszik. A madár védelem az egy kicsit túlnőtte magát, és sajnos nagyon leszűkítette a mozgásterét és a látószögét azoknak, akik ökoszisztémába gondolkodnak. A madarat látjuk, mert röpül. Ezért az Isten minden madara védett, azoktól is, akik nagyon-nagyon kell, hogy védelmet kapjanak, mondjuk a rétisas, egészen azok, akik bizony elég nagy kártételekkel bírnak, például a szürkevarjak, a vetési vajdak, etc. Ezeket a jószágokat a védelem valami misztikummal övezik, hogy jaj, hát nagyon kellenek a madarak és a madár, miközben az ökoszisztéma másik fele, ami táplálékú szolgál ezeknek az állatoknak, például a génféléknek, az összes kétéltű, a gyíkok, a hüllők, a békák, azok folyamatosan fogynak, hiszen olyan tömegű madár szaporodott föl, és a kormorán is ezek közé tartozik, amelyik egyszerűen leeszi a prédát, a préda predátor, tehát az ennivaló és az őt elpusztítók tömege lassan megfordul, sokkal több a madár, nézzék meg, hogy a hatalmas sirálykolóniák a szeméttelepeken élnek, mert ott talál magán a táplálékot, egy traktor húz két barázdát, rögtön rohan után egy óriási madársereg és mindent kiszed a földből, aminek egy része hasznos, a másik része éppen nem, mert a földi griszta például nagyon kellene a talajba továbbra is, még ha a pajorok nem is annyira, de hát nem is nagyon van már ilyen. Tehát van egy kis ökoszisztéma vakság a madárvédők részéről, amíg a vadászat elérte azt a súlyánál fogva, hogy a számára káros vadon élő állatokat, amik kártevőnek számítanak, a rókát, a szajkót, a borzot, azokat bizony írt, a nádi farkast, a sakát, azok bizony írthatóak mindenféle eszközökkel, addig ezt mi a halászoknak nem tudjuk elérni. Legjobb problémánk az, hogy most már olyan méreteket öltött, hogy a Balatonba például úgy csináltak halpusztításokat, hogy a kikötőkbe beterelték a halak tonnáit, és ott fulladtak meg a nyomorultak, hiszen a stressz ellen a 2 méter magasan álló halhegyekbe nem volt oxigén, ott pusztult el szerencsétlen nyomorult hal. Megdöbbentő felvételeket készített róla Szári Zsolt kollégám, a balatoni halgazdaság igazgatója. És még mindig ott adtunk, hogy jaj, hát a kormoránt, igen, hát lehet riasztani, meg lőni, de hát a nemzeti parkok tetén védett, meg hát nem szabad a fészkeket kiszedni, mert ott fészkel a gém is. 1 milliónál több költőpár van. 3-4 fiúk a repül ki évente. 10-12 évig élnek. Elborítanak mindent. Európa belvizeit tönkreteszi ez a madár, amelyik tengeri életmódhoz szokott, de a túlzott védelem, a szabályozás hiánya, az őket pusztító ragadozók hiánya oda vezetett, hogy olyan szinten túlszaporodott, a legnagyobb kártevője ma az európai belvizeknek, de már lassan a világon is, a kormorán. Amit lehetne tenni ellene? Egyrészt az, hogy egy liberálisabb engedélyedés a riasztásához akarja a fene írtani. Nem akarom én írt, dehogy akarom. Ne jöjjön ide, ne egyen. Ha bárki tud olyan riasztási módszert, ami a fegyveren kívül hatásos, azonnal fizetünk, most üzenem, 1 millió forintot érte, csak tessék idehozni. Semmit nem számítana a hangágyuk, megszokja, semmit nem számít a riasztó fegyver, megszokja, amíg nem potyanik le 2-3, nem lehet ez zavarni a 200-300 fős csapatokat, amik lesokkolják, tönkreteszik, agyonverik a halállományt Dunán, Tiszán, Halastavon egyaránt. Legelőször a hazai fészkelő állományokba kellene egy visszafogást csinálni. Nagyon egyszerű a módszer, hiszen ha 48 óráig nem hagyjuk a költőtereppel leszállni a madarat, akkor a tojás kihűl, aztán megszűnik a kutlási hajlam, nem akar új fészket rakni, és ugye miután egy 10%-a fog csak kikelni. Nem kell fölmászni, nem kell bántani, 2 napig nem kell hűvösbe hagyni, hogy a fészekre leüljön, riasztani egy riasztó pisztolya, és ettől kezdve rendben lenne a dolog. De akkor hallgatjuk, hogy jaj, de hát a gémek is ott vannak. Annyi gén van, hogy Európában, csak mondok valamit, a mi kócsag állatunk, a címer madarunk, a nagy kócsag, a teljes európai állománynak a 62%-a Magyarországon van. Könyörgöm, biztos, hogy ennyi kell nekünk?
Szóval valamit egyszer elkezdünk védeni, akkor nem tudjuk abba hagyni. Hiszen az ökoszisztéma olyan, mint egy gyönyörű szép gyümölcs, mindig nyesegetni kell, mert alakul valamerre, kitör balra, jobbra, nem igazodik a fényhez. Az nem úgy működik, hogy az ember beavatkozik valahol, valamit elrontott, korrigálja, és nem tudja abba hagyni. De mondhatnám a példákat számtalan, itt a hód esete, nézzék meg, hogy néznek ki a kis csatornák, meg hogy néznek ki a ártéri ligeterdők. Egészen addig, amíg egy nagy dunai vagy tiszai árvíz nem jön, és ezek a 30-40 centis hatalmas járatok majd nem viszik ki a mentett oldalra a vizeket, egészen addig nincs probléma, de lesz majd ilyen sajnos, és én már előre félek tőle, hogy milyen gátszakadásokat fognak a hódok okozni. Nem beszélve a gátak tönketételéről, a járóutak tönketételéről, szóval mindenben a mérték az érték, a védelemben is a mérték. A pusztításban is az érték a mérték, és a védelemben is. Tessék már ezt megérteni. Nem baj, ha valahol mellé nyitunk, nem baj, ha túlvédtünk valamit. Korrigáljuk. A legfontosabb a döntés, és a döntésnek, ha nem jól sikerült, vagy elérte a célját, akkor módosítsunk rajta. Ez képtelenség megértetni a természetvédelemmel, mert mindenki ellen akarja megvédeni a természetet. Természetvédelmet a rajta gazdálkodó ember tud csinálni. Azzal kell megértetni, azzal kell elfogadtatni, annak a gazdasági érdekeit kell figyelembe venni, azt kell összhangba hozni az ökoszisztémával, és akkor működik a természetvédelem. Nem irodába csinálják, nem paragrafusokkal, és nem olyanok, akik nem voltak egy évbe kint 300 napot a természetbe. Talán azokat kéne bevonni mindebbe, akik nem nemzeti parkokba veszik fel a jó fizetést, hanem mondjuk kint a halastavakon dolgoznak, és ugye a guta üti meg, hogy ott 500 méterre tőle ott van a 500 méterre tőle ott a kormorántelep, rongyosra fosva az összes fa, élő fa nincs, ahol kormorántelep van, mert a savas ürülék teljesen tönketeszi. Jaj, ott ne szólalja meg a puska, nehogy meg ne zavarjuk meg őket, és amikor a halastavára bemegy, akkor engedéllyel lőheti. Micsoda farizeus gondolkodás az, hogy milliókat költünk el azért, amit ott perceken belül lehetne lokalizálni. Mondhatnám azt az egyébként zömmel külföldről érkező Dánia, Hollandia, Svédország, Lengyelország, nagy költőtelepül érkező madarakra, egy európai összefogás kellene, hogy azt mondhassuk, hogy gyerekek, nem kell 500 ezer darabnak kikennie minden évben, arra kérjünk benneteket, hogy tegyetek ti is valamit azért, hogy a nálatok kárt nem okozó, de a problémát Európa belsejébe importáló madarat fogjuk vissza a szapogodását, ott lehet a legjobban. Amíg mi nem teszünk semmit, amíg mi egyetlen szapogít, nálunk is van 1200 költőpár. 1200, 1500, 2000, mikor hogy? Ennek is van kirepülő három fiókája. 6-7 ezer kormorán. Minden áldott nap 1 kiló halat eszik meg. Magyarországon 5,5-6 ezer tonna az a halmennyiség, amit megeszik egy évbe a kormorán, még ennyit tönketesz. Lestresszeli, összetépi, kizavarja a nyugvó helyéről, fölsebzi, elpusztul. Miért van erre szükségünk? És semmiféle, nem az a kérdés, hogy bír-e haszonnal vagy nem, legyen része a faunának, csak itt is a mérték. Nagyon örülnénk, ha lenne 500 pár belőle. Nem 5000, 500. Nagyon örülünk annak, ha látunk mindenből, legyen az bármi. Nem hiszem, hogy kiszabadítani a gyúgyalagot azért, mert megeszi a méhecskéket. Nem, csak mértékkel mindenbe. És ha megnézzük a seregélyi hordákat, nem vagyok madarász, de a seregélyi hordák elhalászták a rovarokat, meg az összes többi apróságot a fecsékkel. Nézd a fecse ki a fejéből, hogy mi történt. 300 ezer seregé jön vonuló hatalmas sorra, de mindent lepusztít, ami arra jár. Egyik oldalról persze jó, másik oldalról óriási probléma. Tehát nem akarok én ebbe belemenni, hiszen ennek a témán csak részlegesen vagyok szakértője. De szívesen vennék egy beszélgetést arról, hogy a madarak kárárul és hasznárul. Vegyük elő mondjuk Hermann Otto 1800-as évekbeli írásait. Nézzük már meg, hogy ő hogy gondolkodik mindenről. Amikor még ez a mostani ökoszisztéma lényegesen teljesebb út, és lényegesen sokrétűbb és bonyolultabb, és jobban egymásra ható. Nézzük egyszer végig, beszéljünk erről. Hogy is nézett ez ki valaha, és mi lenne az elérendő cél most? Meg kéne fogalmazni célokat, és nem hivatkozni EU-s madárvédelmi direktívákra. Senki nem tudja, mi az. Az egész magyar madárvédelem csak tiltásokról szól. Semmi másról. Ne csináld ezt, ne csináld azt, nem menj ide, ne menj oda, ne... Nem lehetne ezt egy kicsit szerethetőbbé tenni, magyarázhatóbbá, érthetőbbé, és megérteni azt, hogy mit miért csinálunk. Milliárdokat költöttünk arra a túzokra, amiből van 50 pár.
Magyarországon. Örülünk neki, nagyon örülünk, hogy van 50 pártúzó, bár 5000 pár lenne. De vegyük tudomás, hogy Magyarország nem alkalmas a túzóknak a megtelepedési itt magadására. A reliktumokat lehet milliárdokért megcsinálni, csak van-e értelme? Egy kicsit tágabb konceptusba kéne helyezni az egész természetvédelmet. És még egyszer mondom, gazdálkodó ember nélkül nincs természetvédelem. Abba kell, hogy hagyjam, mert ebbe, ha belemenekszek, akkor el fognak menekülni a nézők a képernyő elől, de én szívesen leülnék a képernyő elé, és átbeszélném mondjuk a kormorán hazai helyzetét azokkal, akik ebbe illetékesek. És amíg mi nem teszünk semmit a kormorán ellen, pontosabban azt a hatékony megoldást, hogy legalább a hazai költőpárok számát csökkentenénk, addig nem várhatom el a Dántól, hogy azt mondjam neki, hogy te figyelj komám, ezeken a szerencsétlen és kavics szigeteken 10 000 éve fészkelőket, csak egy kicsit a tojásokat csak egy kicsit lakkozzátok már le, és akkor csak egyharmada kell ki, és nem bántottunk semmit, visszafogtuk a szaporulatot, hiszen ezek a tömegek a halálományt, a prédát teljesen tönkreteszik Európában. Nem a túlhalászott tengereken, ott nem talál semmit se, hanem bejön ide, ez a falkába, csapatosan, 50 méter mélységig merülő madár, és nincs nyugta tőle a halnak. Miért nem érzünk együtt a hallal? Aki megszokta az évezredek során, hogy neki télen nyugta van. Neki egy nyugalmi időszak, épp úgy, mint a szőlőnek, a diófának, vagy bármi másnak, lehűl a vére, összehúzódik a mélyebben fekvő területeken, a védett, nem éri el a háló, nem érték el a hagyományos itt lévő madarak. Ez a kormánynak nem akadály. Mindenhonnan kiveri a kövek közül, a sziklák közül, a hagyományos búvóhelyek 10-15 méter mély forgóiból, és ez a szerencsétlen jószág pusztul és fogy. Csak az invazív fajok bírják ki a busák, azokkal nem bír, majd ott 8-10 kilósan nőnek meg. Nem hiszem, hogy ezt akarnánk. Na itt a vége, elnézést kérek, hogy én fejezem be, és nem a riporter, de úgy gondolom, hogy nem szabad az agyára menni a kedves tévénézőnek, de ahogy mondtam, volt, nagyon szívesen egyszer leülnék beszélgetni azokkal, akik a másik oldalon állnak, ha mindent védünk, és minden, ami repül és látható, az fontos nekünk, című fejezet részvevőivel. Fajsúlyos kérdés, annyi szent, de menjünk tovább. A tartós vízhiány mennyire viselte meg a halálományt? Nagyon, nagyon. Kicsik a vizek, a kócsagok járnak még most is a tavak közepén, nagyon. Fekete évünk volt tavaly, az én pályafutásom alatt csak a 93-97 közötti időszak, amikor szétesett a halászat a privatizáció és egyéb átmeneti állapotok miatt, akkor volt ekkora halhiány Magyarországon. Ott tartunk most, hogy a Magyarországos Horgász Szövetség vezetőivel leültünk egy ártárgyalásra, és azt mondtuk, hogy megbeszélhetünk mindenféle árat, de most mondjuk előre, hogy nem fogjuk tudni kiadni a horgász szervezetek igényeit egyszerre és azonnal, ami tavasszal szeretek volna. Nem lesz 2-3 000 tonna halunk a kezünkbe. Katasztrofális volt a halhiány, és egyszerűen nem tudunk mit tenni a természet ellen, ahogy nem tudott az aszályán tenni a kukorica termelőse. Víz nélkül a halat nem tudjuk termelni, és nagyon rossz jelenség az, ami most felütötte a fejét román mintára, hogy azt mondták a haltenyésztők, hogy miután ez egyetlen mezőgazdasági ágazat vagyunk, aki semmiféle támogatást nem kap a területre, a halra, a világon semmit se, azt mondták, figyelj, sokkal jobban járunk, ha felszántjuk a halastavat. Víz úgy sincs. Ha felszántom, akkor alap kukoricára is kapok hektáronként 80 000 forint, ha semmit se csináltam benne. Egy évig gyom se lesz bennem, meg az iszap az nem őrizte meg a gyommagokat. Olyan termésem lesz, amilyen senkinek se, hiszen nedves a talajom, és sokkal jobban járok vele. A kis 20-30-50 hektáros gazdák bizony ebbe az irányba indultak el, ami leszűkíti azt a eddigi dicsekvési lehetőségünket, hogy a magyar haltermelő terület az megmaradt, 24 000-25 000 hektár, még fejlődött is. Sajnos nem, a trend megfordult, ha valamit nem teszünk a belvízi halászatért, a halastavakért, akkor bizony ez a trend nem a nagyokkal fogja kezdeni, mert nekünk ki kell bírni. Az aranypont különben is több lábon áll, a turizmustól kezdve a biotermelésig mindenünk van, mi kibírjuk ezt a válságot is, de sajnos le fognak mozsódni azok a kollégák Baranyába, Tónába, Somogyba, Zalába, akik a 10-20-30-50 hektáros kis tavaikból éltek, családosan mindenki azon dolgozott, meg volt az őszi betakarítás, megkapták a pénzüket, a jutalmat érte, hát ez most sajnos nem volt meg. Ezek a területek tavaly még 50%-ot se tudtak termelni, és nagyon látszik a hiány. Üres a halpiac. Már ott tartunk, hogy tavaly szeptembertől azt kértük mindenkit, hogy exportkorlátozást vezessünk be. Mindenkit arra kértünk, hogy ne adja oda ugyanezen az áron a románoknak, meg a lengyeleknek a halat, mert kell Magyarországon, hiszen a magyar halfogyasztási kampány 10 éve csináljuk. Örülünk annak, hogy már beívódott a köztudatba a halpéntek. Akarjuk, hogy minél több egészséges magyar halat fogyasszanak a itthon élő honfitársaink. Ezt a piacot nekünk nem szabad.
szabad csak azért feladnunk, mert most valahol drágában kapjuk meg a halat, de ha ez a trend folytatódik, akkor bajba leszünk, és ezt nem fogja tudni ilyen sebességgel az akvakultúra, a már említett medencébe termelt halat tömkelege, nem fogja tudni kiegyensúlyozni, és egyébként is a magyarországi halastavak lényegesen többet jelentenek, mint termelő területet. Ezek nem kukoricaföldek, ezeknek az esztétikai, tájképi, természetvédelmi értéke több ezerszerese egy kukoricaföldnek. Egy hektár kukoricába gondosan kiírtunk mindent, ahogy berepült egy gyom, berepült egy moly, berepült egy bármilyen kártevő, azonnal permetezünk ezerrel, ne beszéljünk a szőlőről, a gyümölcsösökről, amiket vegyszerlébe úsztatunk, ezzel szemben nálunk semmiféle kemikália nincs, és az összes védett állat állománynak a 70-72%-a itt található meg a halastavakon. Ezeknek a léte lényegesen több és fontosabb, mint hogy termelnek bennük halat vagy nem. Ha ezek elpusztulnak, és még ez a rendkívül kevés vízkészlet is, ami Magyarországon itt van, még ez tovább folyik, akkor Magyarország bizony igaza lesz a római klubnak, el fog sivatagosodni, ahogy sajnos vannak már területrészek, ahol szinte lehetetlen, lásd Kiskunság a termelés víz hiányában. Tudjuk, hogy a halpéntek, illetve a halra magyar egy rendkívül sikeres akciók, ugyanakkor a koronavírus járvány mennyire befolyásolta az árusítást, illetve a fogyasztást? Az első hullámban, mint ahogy mindent visszavetett, hiszen a tartós élelmiszerek meg a toalettpapír volt a fősláger, amiből tartalékolni kell, aztán kiegyensúlyozott a vált, és nem befolyásolta. A karácsonyi szezonon kifejezetten erős volt, tehát karácsonykor talán azt mondom, utolsó 5 év legjobb forgalmát bonyolítottuk le, és ennek nagyon örültünk, mert látszott az, hogy az emberek, a tudatos vásárlók igenis keresik a halat, és bizony azért pénteken nagyon sokan vásárolnak halat. Lehet látni, hogy például most februárban is a múlti piacain ott van, pótjain ott van mindenhol a pontyunk, és rekord mennyiség fogyott el az előző 3-4 év átlagához képest édesvízi halból, pedig ez nem igazán halfogyasztási időszak. Örülünk neki, és mindenképpen ki is elégítjük. A magyar piacon egy napig nem lehet halhiány semmiből, édesvízi magyar halból. Ez a legfontosabb törekvésünk a horgácspiac kiszolgálása mellett. Egy teljesen új keltetési rendszert, szaporító rendszert mutatunk be itt az Aranypont ZRT Réti Majori épületében. Beszéljünk erről, hiszen azt hiszem, ez egy komoly lépés. A Szilgen pályázat keretében már 2 éve foglalkozunk most a folyami harcsa, vagy európai harcsa intenzív nevelésével, és maga a projekt az arról szólna, hogy mi Réti Majorban előállítjuk a vetőmagot tulajdonképpen, az ivadékot, a harcsa ivadékot, és ezt egy teljesen kész technológiai rendszert kínálunk a partnereink számára, hogy ők sem maradjanak ki az európai harcsa iparszerű nevelés lehetőségéből. Most éppen a keltetőházban vagyunk, és hiába február van, ugye a harcsának a szaporodási ciklusa az május-júniusra tehető, már nálunk februárban kisharcsák láthatók benne a keltetőházban, őket tápon neveljük steril körülmények között, és a tavaszi időszakban a partnereinknek már ezeket a fölnevelt kisharcsákat, 8-12 dekásra fölnevelt kisharcsákat kínáljuk kihelyezésre, akár ketreces, akár tavi tartásba, tápon tovább nevelésre, hogy ebből aztán az év végére 2,5-3 kilós vágható tulajdonképpen étkezési harcsát állítsanak elő. Rendkívül fontos ez a munkafolyamat. Mikor kezdték és hogy döntöttek mellette, hiszen azt mondom, hogy egy ilyen újdonság az mindenképpen segíti a halgazdaságokat is. Az európai harcsa az kissé, hogy mondjam, kiszorult a gazdaságokból, mert a tavakban, hogyha több éven keresztül bent tartják, akkor túl nagyra nőnek és akár károkat is okozhatnak. Az intenzív nevelése bent recirkulációs egységekbe nagy energia felhasználással meglehetősen drága, és ezt a piac nem tudta kompenzálni. Ezért egy 6-8 évvel ezelőtt abban gondolkodtunk, hogy igyekezzünk a harcsa tápos nevelését minél olcsóbb keretek közé tenni, és kifejlesztettünk egy halastavi tartás technológiát, ahol mégiscsak tápon neveljük a halat, biztonságos takarmány kijuttatással, egy számolható hozamot hozva létre, úgy, hogy monokultúrában csak a harcsát tartjuk egy tóban. Ez sikeresnek minősült ez a projekt, országszerte többen is elkezdték ezt a típusú harcsa
termelést, és most mi a Szilgen pályázat keretében arra vállalkoztunk, hogy ezt a technológiát, tehát a halastavitartás technológiát, akár kútvizes rendszerbe, akár egy akvapóniás rendszerbe beültetve a partnereink számára, vagy a partnereinknek megfelelő lehetőségek keretében egy kis könyvbe foglaljuk össze, és mint lehetőséget biztosítsunk az ő lehetőségeikhez képest a harcsa intenzív nevelésére. Ezzel elterjesztve ezt a jó minőségű halat, aránylag könnyen nevelhető, jó minőségű halhús biztosítva az asztalokra. Reméljük, hogy ez a hal sokkal jobban elterjed, mint az elmúlt időszakban, és ezzel a projekttel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy akár a hétköznapokban is, nem csak az ünnepi alkalmakkor harcsahús, európai harcsahús kerülhessen a fogyasztók asztalára. Nagyon fontos lépés, nem vitás, annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a Halra Magyar, illetve a Halpéntek akciók működnek, ráadásul Réti Major az élen jár ebben. Ugyanakkor nyilván fontos lépés, hiszen a harcsa egy kedvelt halfajta. A vásárlók azt gondolom, hogy számítanak arra, hogy egyre inkább hozzájuthatnak ehhez a finomsághoz. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az európai harcsa az elmúlt néhány évtizedben mindig csak egy karácsonyi hal volt, hiszen az őszi lehalászatok kapcsán a polikultúrás tóegységekből a halászat legvégén kerül a gödrökből elő a harcsa, és ezt így télen karácsonyra tudjuk csak a vásárlók asztalára oda tenni és biztosítani a fogyasztást. Azt gondoljuk, hogy a fogyasztók ettől sokkal nagyobb igényben, sokkal rendszeresebben igényelnék ezt az európai harcsának a szeletét vagy filéjét az asztalukra, és ezzel az intenzív technológiával az év 12 hónapjában biztosítani tudjuk azt, hogy az igények azok kielégítésre kerüljenek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, viszontlátásra!